Sziasztok! Ameddig lógattuk a lábunkat a Balatonba, lubickoltunk, úszkáltunk, éveztük a napsütést, gyűjtöttük befele a D-vitamint. Eközben érkezett a postán egy doboz, amiben ez a fekete tok, illetve tartó volt. És hamarosan ki fogok rá térni, hogy mit rendeltem pontosan. Na de nem fogjátok elhinni, hogy mi történt, ugyanis van nekem ez a kis objektívem, ez a 10-18 mm-es Canon objektív, amit nagyon szeretek, mivel nagy látószögű meg minden. Nincs vele szerencsém. Legutóbb elestem a kamerával, a szegvéjjel, akkor letört ez a része, ezek a kis fülek innen a hátuljáról, és nem tudtam hozzá csavarozni a géphez. Tehát ez itt leesik, mozog, le van, letört. Szerencsére találtam hozzá alkatrészt, így sikerült megjavítanom, és most tudtam így használni. De az a szerencsétlenségért, hogy a minap hozzákoccant sajnos az asztal sarkához a lencse, és hát azóta nem nagyon fókuszál, úgyhogy az a helyzet, hogy a fókuszmotor, vagy a fókuszkábel, vagy valami fókusz, valami tönkrement benne, és így nem tudom használni többé. Szóval mielőtt még hozzákezdenék ehhez a fekete dobozkához, előtte még le kell menni gyorsan a Marospartra, ugyanis ott találkozok a helyi újsággal. Igen, jó hallottátok, a helyi újsággal fogok találkozni, illetve hát az ő képviselőjével fogok találkozni, ahol készítenek velem egy riportot. Úgyhogy ez lesz az első újságcikk, ami velem kapcsolatos, vagy inkább rólam szól, vagy nem is tudom, hogy fogalmazok. De inkább menjünk is és derítsük ki. Vagyok a Marosparton, úton vagyok a megbeszélt találkozó helyünkre. Másodperc a kérdése is ott vagyok. És vagy én értem ide túl hamar. Á, ott vannak fönt. Ott. Gyerünk be. Elég durva lesz itt szegvélyel fel ugratni a lépcsőn, de azért megpróbáljuk. Sziasztok! Fölgurultam. Hello. Hello. A few moments later. Véget ért az interjúnk. Hol lehet ezt meghallgatni, vagy elolvasni? Makóhirado.hu. Makóhirado.hu, itt a link. Belinkelem. A hangot a Rádióhétbe és a Promenád.hu. Promenád.hu. Hogyha kíváncsiak vagytok az interjúra, akkor látogassatok el. A linkek a leírásban lesznek. A srácok most csinálnak rólam pár fotót, úgyhogy megfordulok, inkább feléjük, hogy látszódjon az arcom. De jó? Ez az első ilyen fotózásom. Úgy érzem magam, húzom, mert mi baj van alsammal? Van. Te videózol? Igen. De jó. Szia! Köszönöm szépen! Én köszönöm. További harcos helytállás. Sziasztok! Hello, sziasztok! Az igazság, hogy még életemben nem adtam soha senkinek interjút. Ez volt a legelső ilyen alkalom. És ahogy ígértem nektek korábban, ennek a fekete doboznak a tartalmát fogom megmutatni most nektek. Nem csinálok itt most kicsomagolást, meg semmilyen őrültséget, hanem fogom az egészet és megmutattam. Erről van szó. Amit már láthatatok is a vlogba, a mai vlogba, kicsit korábban, mikor még az interjút adtam. Ez a Flycam 3000. Nem tudom, hogy ki látott már ilyet. Tegye fel a kezét, aki már látott ilyet. Aha, Te már láttál, oké, sír, akkor te már tudod, hogy mi is ez. De azok, akik még nem tudják, hogy mi ez, azoknak akkor elmondom, hogy mire használatos ez az eszköz. Ennek az eszköznek a lényege tulajdonképpen nem más, mint hogy stabilizálja a felvételeket, a videó felvételeket. Ez úgy működik, hogy itt van egy ilyen csatlakozó, ide beteszed a kamerádat, és egyensúlyba kell hozni. Ez a legnehezebb dolog az egészben, hogy egyensúlyba kell hozni az egészet, ez az alapelve. Úgy működik ez az egész cucc, hogy ki kell egyensúlyoznod. Tehát ami azt jelenti, hogy itt a kamera a tetején, és ennek így kell állni. Mint ahogy most áll. Szépen, függőlegesen, nem így, nem előre bukva, vagy hátra, hanem így. Ennek az alján láthatjátok ezt a két kerek valamit, úgy néz ki, mint a hokikorong, ebbe ilyen kis, úgy néznek ki, mint az alátéteket kell pakolni, ez tulajdonképpen a súlyozás, tehát ide súlyokat raksz, és itt van a súly az alján. Szóval, ha valakit látok sétálni az utcán egy ilyennel a kezében, és esetleg egy kamerával a tetején, akkor ne ijedjetek meg, senkit nem akar az illető bántani, hanem csak azt szeretné elérni, hogy stabil legyen a videófelvétel.